Hát akkor szép jó estét kívánok! Sziasztok! Ez itt a TFK Podcastnek a második adása, és Csórics Balázsral beszélgetek ma. Szia Balázs! Sziasztok, világbéke! Légy üdvözölve itt, nem az első beszélgetésünk már, nem is valószínűleg az utolsó, de hát igen, olyan érdekes lesz valószínűleg, mint eddig. Ugye? Hogy? Megosztás, mert most még ezzel bingizek egy kicsit. Azt mondja, hogy... Megosztogatjuk itt-ott, hogy mindenhol lehessen látni. Én például berakom a TFK Facebook csoportba. Megosztás oldalon. Csórics Balázs oldal. Na most tudok tegelni. Most fiatalok. Aha. Mindegy, most a csoportot. Van. Csoport is van? Van. De nem, mert a csoportom döntő többsége fenn van az oldalamon, úgyhogy... Aha. Megosztottad az oldaladon. Juhú! Jó, én meg is adottam magamnak, és meg is van osztva, úgyhogy... Most elvesztettem, hogy melyik micsoda, de jó, igen, ez most a Facebook. Szuper. Technikai részeken. Igen, hát ez muszáj ilyenkor az elején átesni rajta. Hát ez van, ez ilyen, ez főleg ez a csináld magad mód. Igen, de hogy szerintem egyébként teljesen jutott, hogy egyetlen nem. A műfajhoz hozzá tartozik. És akkor én megnézem közben a saját fenn, hát ha hozzám is írnak. Azt is lehet egyébként, én is meg szoktam nyitni így a TFK oldalon magát a videót, hogy lássam, hogy ki mit ír, és be is írom kommentbe, hogy kérdezzetek bátran az adás ideje alatt. Boom. Sőt, az is lehet egyébként, hogy ezt majd legközelebb már a videó leírásába is beírom. De igen, mivel szerintem a te oldaladon is sokan fogják nézni, meg érdeklődni. Igen. Ezért nem árt, hogyha ott is látod, hogy esetleg hozzászólnak-e. És odaértem. Ja. Oké, okay. Szuper. És akkor összességében nézi na mindegy, ezek ilyen kis technikai kérdések, amíg gyülekezünk, hogy ezt összességében nézi, hogy mennyien nézik az élőt. Igen, igen, szerintem az összesített, és akkor amit látsz szám, amit megnyitod, akkor ennyien látják, 26, azt szerintem, amit én mostanában tapasztaltam, az képest nagyon-nagyon szép eredmény, és ez még növekedhet is, én is most még egy helyre kirakom. Szuper, szuper. Az a baj, hogy szerintem, vagy innen még át tudom osztani a csoportomba, és ez a gondolatom. Mindenhol egyébként, Facebookon, mindenhol, persze. Megosztás csoportban, most már rakjuk ki a bárkára. Úgy. Ja, csapassuk! Akkor mehetünk is. No! Hát azzal kezdeném, hogy ugye csináltam egy kis flyert a beszélgetéshez, hogy beharangozzam, és akkor kérdeztem tőled, hogy szoktam írni a beszélgető társak neve alá valami titulust, hogy ki mivel foglalkozik, vagy miről lehet, hogy ismerni a mesterséget címere, de azt mondtad, hogy most azt írjam, hogy minden, vagy semmi? Vagy nem, azt hittem, hogy igen, bármi, vagy valami hasonló. Hogy írd alá azt, hogy igen, igen. Pont. Tehát, hogy így fogalmam sincs, aztán. Hogy őszinte legyek. A mesélj, mert ez izgalmas állapot, mint egy ilyen szuper pozíció lenne, hogy innen bármi lehet. Igazából igen, tehát, hogy az az érdekes, hogy tehát, hogyha, ha klasszikus értelemben nézem, akkor már nem vagyok színész. De egyébként meg tisztában vagyok azzal, vagy én azt szoktam mondani, és ezt így érzem egyébként momentán pontosnak, hogy nekem nem a szakmám a színész, hanem a lényem. És akkor az úgy egy picit más vetület, meg egy picit más kérdéskör,
Szóval, de hogy... hogy mit jelentett hát, a szakmá, hogy a lényed a színész? Hát, hogy szerintem, tehát, hogy tehát, hogy technikailag le tudom vezetni azt, hogy színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő, és ez nem egy nagyon jól hangzó Shakespeare-i mondat, hanem a tudat szerkezete és működése alapján ez egy exakt, pontos, tehát olyan, mint a kettő meg kettő az négy, meg a vajas kenyér az, tehát, hogy nem... nem egy ilyen, és ugye nagyjából egyébként ennek kapcsán is kezdtünk el még beszélgetni, meg most legutóbb ennek kapcsán hívtál, hogy a szómágiában én azért hiszek, mert azt hiszem, hogy elfelejtettük a szó nemes értelmében komolyan venni a szavainkat. Uh-huh. A szavak erejét? Egész konkrétan az, hogy a magyar nyelv, tehát hogy a világon egyébként minden nyelv elég pontosan van összerakva, de hogy a magyar nyelv az tényleg eddigi tanulmányaim és tapasztalataim alapján, hát én most ott tartok, hogy nem szótagra, hanem betűre pontos. Tehát, hogy most például azt mondtam, ugye, hogy a szó nemes értelmében, és hogy ugye momentán olyan világot élünk, hogy mondj mindenre igent, meg hú, meg ha, meg nem tudom, és hogy régen a nemes az az, aki nagyon-nagyon tudta uralni önmagát, tehát ő nagyon sok dologra tudta azt mondani, hogy nem. Az a nemes. Tehette. Igen, de hogy az van, hogy mondjam, tehát hogy meg is tehette, de hogy megvan a Thor című film. Én ezt sajnos nem láttam még. Én azt szeretem az életben többek közt, hogy a legvalószínűtlenebb helyeken is bukkanhatnak fel egészen zseniális tanítások. Mm. Imádom a Thorban, Odin mondja Thornak, hogy egy király soha nem akar háborúzni, de mindig készen áll rá. Mm. És ott is az van, hogy nemes, mert neki nem érdeke, és nem feltétlenül akarata a harc, de ha kell, tehát, hogy ez például az ösztöneinken való uralkodás, az is a nemesség. Hmm. Tehát, hogy a párom szokta mondani, hogy én egy végtelenül higgadt ember vagyok, de ha kocsiba ülök, akkor azért ki tud belőlem jönni egy-két cifra dolog, mert igen, tehát, hogy valahol nekem is le kell vezetni, és jó, idáig egyébként, hogy teljes komolysággal nem szoktam eljutni, de hogy amikor tényleg az van, hogy ilyen nagyon valaki hiperbéna előtted, akkor ne, hiába gondolod és érzed azt, hogy most kiszállok oda, melyek és pofán verem, nem szállsz ki, és nem mész oda, és nem vered pofán. És hogy alapvetően ez a nemesség, hogy tudsz magadon uralkodni, hogy nem viszel az érzés, hogy nem viszel a tudattalan világod. Több kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban bennem. Igen. Egyik, hogy az egyik az, hogy honnan jön az az indulat, vagy ez a harag, és a másik, hogy aki uralkodik magán, az hova csatornázza. Mert hogy az attól még van, hogy nem hagyom kiáramlani mindenféle meggondolatlan módon, de hogy akkor az hova megy, hova lesz az energia? Hát nálam rendszerint edzésben, nálam rendszerint alkotásban, tehát hogy nálam odaáramlik. Hmm. Odaáramlik, és pont az a lényeg, hogy igen, tehát hogy nem koordinálatlanul, és nem csak úgy bele a vakvilágba, hanem igenis valahol ki kell engedni, csak hogy megtalálom azokat a felületeket, és azokat a területeket, amikor igenis kiengedhetem, és igenis használhatom. Tehát, hogy ebből kifolyólag egyébként, tehát hogy oké, akkor csapjunk bele szómágia, mint lecsó, hogy ha már mágia, annak a töve a mag. Én úgy ott tartok én most az én kis utammal, nagyon sokat formálódott bennem, nem tudtam megfogalmazni azt, hogy számomra mi a mágia. Tehát, hogy én nem ezt a szénné varázsolom magam, és mindenféle fura izéket rajzolok a levegőbe, bár az is része, mindegy, másik fejezet,
De hogyha meg akarom fogalmazni, hogy nekem mit jelent a mágia, akkor ez a kihozni magamból a legjobbat. És akkor abban ott a mag. Hogy én, az én tudatom és az én világom középpontja, azaz magja vagyok én. És egy folyamatos kifelé-befelé energiaáramlásban létezem. Folyamatosan van bejövő impulzus, és ezzel paralel van folyamatosan kifelé áramló impulzus. És én oda jutottam a saját utam során, hogy egyetlen dolgot tudok uralni a világegyetemben. Magamat. És akkor itt elindul a játék, hogyha nagyon vészesen belegondolunk, és tényleg nagyon komolyan belemegyünk ebbe, és nem azt mondjuk, hogy az hülyeség. Tudsz-e uralni egy érzést? Szerintem nem. A harag, az harag. A szomorúság, az szomorúság. A félelem, az magát az érzést, nagyon, ez egy telefon. Tudod-e uralni a telefont magát? Szerintem nem. Mert mit csinálsz? A kezed, tehát ugye a testeden belül a kezednek, meg az ujjaidnak az impulzust, hogy most menjetek oda, fogjátok meg, és emeljétek föl. És hogyha nagyon szigorúan veszem, akkor a telefon egész végig tehetetlen. De én nem a telefont uralom, hanem a kezemet. Mm-hmm. Tehát, hogy én most nyilván a telefonnal is csinálok dolgokat, mert nyomkodom, mert izé, mert blablabla, bla, bla, de alapvetően a kezemet, és ugyanígy van, nem a haragomat uralom, nem a félelmemet uralom, hanem a cselekvés önmagamat abban az állapotban. Mm-hmm. Tehát, hogy én dühös vagyok, mondd? Tehát nem azt, ami történik, hanem ahogyan reagálok arra, hogy történik, mert amit mondta, hogy magamat uralom, én azt úgy szoktam értelmezni, vagy nálam ez a magamat, azt még leredukálnám oda, és a figyelmemet tudom, hogy mire figyelek, mert úgy érzem, hogy az egyetlen dolog, tehát, hogy az awareness angolul így jut most leginkább eszembe szerintem az a fajta tudatosság, csak ez magyarul sok mindent jelent, de az, hogy tudatos figyelemnek az irány, a figyelem tudatos irányítása. Talán igen, mert hogy ugye nálunk, tehát hogy szerintem például ez téves ez a fordítás, szerintem. Mert szerintem, amit az angol awareness-nek hív, szerintem azt mi jelenlétnek hívjuk. Uh-huh. És nem tudatosság. Tehát, hogy amikor jelen, oké, szó mágia. Én vagyok a jel. És nem a testem, hanem hogy én az énem, a tudatom középpontja, én vagyok a jel. Ha a figyelmem az itt, legyél az itt és mostban. Ha az figyelmem az itt és mostra irányul, magyar nyelv, imádom, akkor a figyelmem rajta van a jelen. Akkor nekem van a jelen létem. Tehát, hogy én ezért vagyok szerelmes a nyelvünkbe. Hogy az van, hogy mert legyél jelen, és akkor így legyek jelen. Ha magamra figyelek, és magamat uralom, és én ezt úgy redukálnám, egy picit máshogy redukáltam le, de egyébként tökre analóg ezzel, amit én tudok uralni, hogy én mit mondok, és mit csinálok. A gondolat iszonyú gyors. Az érzés hullámzik. A testem csinál dolgokat, de hogy én adom ki az impulzust, hogy most oda megyek, kezem, fogd meg az ajtót, maradjunk a vezetős például, fogd meg az ajtót, nyomd meg a gombot, nyisd ki az ajtót, szedd ki a csávót, verjél le neki egyet. Tehát, hogy ugye ezt végtelenül gyorsan csinálja az emberi tudat, és ebből kifelé az emberi test is, és mi ezt egy ilyen folyamatként érzékeljük, de az mind egy-egy program, ami elhangzik. Odaben. És én azt tudom uralni, hogy mit teszek. Ezért találtak ki a nyelvünk a feltételes módot. Most oda mennék, és úgy pofán verném,
De nem. Mert majd elmegyek, mit tudom én, gyógytornára ijászni, sétálni, akármit csinálni, és akkor én ott kiadom. És akkor menjél, és fölidézem azt az emléket, és használom az ott felrobbanó és létrejövő energiát. Mert ugyanez, hogy a tudatunk igazából, imádom, idéz. És hogyha a formáz, mint cselekvés töve a forma, akkor az idéz, mint cselekvés töve az ide. És ez nem tudományos nyelvtani, ez az én kis, azt szoktam mondani, magyar nyelvi perverzióm, hogy ezért színház az egész világ, mert bármit meg tudsz idézni. És én ezt szoktam játszatni előadásokon, szoktam ezt a gyakorlatot csináltatni, hogy az a durva, hogy még csak be se kell csuknod a szemed, hanem azt mondom, hogy most írunk augusztus 2-t, és azt mondom, hogy karácsony, december, hóesés, fenyőfa, halászlé, rántott hús, töltött káposzta, gyertya, és elkezdesz képeket látni, szagokat érezni, hangokat hallani, amikről technikailag tudod, hogy augusztus 2-án relatíve tökre nincs itt. És te itt és most érzed és hallod és látod. Tehát, hogy gyakorlatilag a szavak használatával, a precízen használt szavak által tudatmódosulást is el lehet érni magunknál és másoknál. Igen. Mert tulajdonképpen időutazást is el lehet, sőt olyan helyekre is lehet menni, ahol az ember nem volt még. Pontosan, ezt hívják úgy, hogy színház. Mert ha én bemegyek, és azt, tehát, hogy vegyük azt, látsz a sötét színpadot? Látsz olyan 3 méter magasan egy erkélyt, enyhén kékesen megvilágítva fölülről, kicsi borosnyán, kis izé, frízek, kisétál a mögötte lévő ajtón. Egy kislány rákönyököl a korlátra, fölnéz, mintha belenézne a holdba, és azt mondja, hogy ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? És 900 ember a nézőtéren így... De csitt, mi fénytör át az ablakon? Napkelte az, s napja Júlia. Vagy azt mondod, hogy én ezért imádom a verseket, meg ezért imádom a színházat, hogy iszonyat mennyiséget tudunk beszélni arról, hogy ú, és a magány, és hogy ez rossz, és akkor, és benne vagy, és akkor, és ú, és ha, és le tudjuk vezetni, és azt mondom, hogy József Attila reménytelenül részlet, a semmi ágán ül szívem. Kis teste hangtalan vacog. Köréje gyűlnek, szeliden, s nézik. Nézik a csillagok. És ott nem kell magyaráznod. Hogy tudod, a magány az egy olyan tosz, amivel ott, és akkor így ott izélsz meg, nem tudom. Ez a vers. És ugyanígy a zene ereje. De hogy ezért gondolom azt, hogy igen, tehát hogy nekünk az van, hogy az eszünk bejut. Hogy az érzés, ha komolyan vesszük, hogy ezt így használjuk ugye spiri körökben, hogy hát ez olyan, mint a víz, mert így áramlik. Igen, ár. Tehát mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a Rónán át. Zúgva, bőgve tépte át a gátot, el akarta nyelni a világot. Mert az érzés ilyen, hogy így jön, és így rsz, és az árad. És akkor azt mondom, hogy képzeld el, az merült fel bennem. Honnan? Nem tudom, feldobta az érzés, mint egy labdát. Hogy effektív, hogyha ezt azt jelenti, hogy ha elkezdjük komolyan venni, hogy az érzés tűzanalóg, vízanalóg és a képzelet tűzanalóg, akkor egy egészen érdekes rendszer kezd kibontakozni.
Mert akkor az van, hogy ezt is imádom, hogy ezek a kis most már ilyen rózsaszínes, lilás, sárgás, egyébként gyönyörű színbe hajló kis toszok ott az égen, azok a felhők, amik úgy jönnek létre, hogy a felfelé szálló meleg levegő, azaz a hő, kicsapódik ott fönn. Ezt mi úgy hívjuk, hogy felhő. De az utóbbi időben az egyik ultimate kedvencem az az, hogy aki olyan karizmatikus, és olyan erős, és és nagy dolgokra hivatott, és nagy dolgokat tesz, azt úgy szoktuk mondani, hogy úgy izzik körülötte a levegő. Hogy hívjuk a meleg levegőt? Hő. Hogy hívjuk az ilyen embert? Hős. Igen. És hogy te vagy az életed hőse. Elég jól levezethetők így az elemekből. Igen, abszolút. És akkor már itt kapcsolódik is ugye a mágiához, hogy lényegében akkor a elemekkel való dolgozás, az elemekkel való munkának a képi, meg hangtani leírása. Mert hogy tudnánk átadni egymásnak ugye a tudást azon kívül, ha megmutatjuk, de hogyha nem lehet megmutatni, hanem le kell írni egy papírra, akkor azt hogy tennénk meg? Igen, és akkor azt mondja, hogy elkezdesz rajzolni, ami alapvetően képi. Az a képzelet. És akkor megint csak az, hogy mi, azt mondjuk, az képtelenség! És akkor egy kupac embernek, aki valamiről azt gondolja, hogy képtelenség, tehát ő nem tudja elképzelni, tehát ő képtelen, tartunk nekik egy képzést. A képzés során képessé teszed arra, hogy elképzelje, amit addig képtelenségnek tartott, és a végén adsz neki egy képesítést. Az új képességéről. Bekapcsoltad a képzeletét. Megtanítod látni olyan dolgokat, amit idáig nem látott. És erre szoktam mondani, hogy ez tipikusan emberi gők, hogy azt hiszük, hogy a gravitáció azért van, mert mi hiszünk benne. És ez ugyanaz, hogy azért, mert te nem látod, attól még van. Tehát egy gravitáció nem Newton óta létezik. A Plutót nem 1965, mit tudom én, mikor fedezt. Tehát, hogy az, a világegyetem, meg a naprendszerünk nem, az nem azóta létezik, amiért tudunk róla. És hogy itt jön be az a megint csak alázat, hogy igen, én alázatos vagyok-e annyira ahhoz, hogy be tudjam látni, hogy igen, az, hogy én nem látom, az nem azt jelenti, hogy nincs. Az azt jelenti, hogy én nem látom. Ebből kifolyólag cáfolnám, ha nincsenek véletlenek mondatot. Mert mindig imádom, az mindenki ezt, hogy nincsenek véletlenek, meg van, de Star Wars-ban nem ezek azok a droidok, amiket keresnek. És mindenki ezt, nincsenek véletlenek. Szerintem tökre vannak. Mert hogy mit csinálok, ha vélek? Én úgy vélem, hogy tehát látom, ugye az angolban van, ha már mondtad az awareness-t, a you didn't see that coming, az a véletlen. Én nem véltem azt, hogy be fog következni. Tehát, hogy ez a, hogy mondjam, véletlenül ütött el a bicikli, vonat, villamos, teherautó, kombájn, akármi. Az a kombájn az előtte is ott volt. És jött nagy erőkkel felém. Én meg mentem. De hogy nem az volt, hogy így hopp, egy kombájn, hanem hogy ez jött. Csak én nem véltem azt, hogy ő nem áll meg. Uh-huh. És az én nem véltem, az a véletlen. Igen, mert hogy ezen a szinten meg már az is bekapcsolódik a kérdésbe, hogy honnan, tehát hogy milyen perspektívából nézzük azt a valóságot, amit le akarunk írni szavakkal. Igen, az mert a véletlen, hogy én nem láttam. Igen, de szerintem az még árnyalja a képet, hogy mert amikor azonosulok az egómmal, és azt képzelem, hogy annak kéne lennie, amit előre tudok, és tervezek, és észlelek, akkor
a köznapi véletlen van, aminek már nem halljuk, hogy mit jelent, mert annyiszor elmondtuk, hogy csak használjuk, mint szót. És amikor szerintem valaki a tudatosság annak a tudatosságának olyan szintjén van, hogy tudatosul benne, amit mondtál, hogy a Combine eleve jött, és amúgy még érzékelhettem is volna, és amúgy jelen lehettem volna, és akkor kaptam, valószínűleg kaptam róla jelet, szóval valószínűleg valami jelzett, szóval ha csak nem én döntöttem úgy, mint ahogy a akadályokat és a saját utamba teszem a gondolkodásmódommal, akkor észre is vettem volna, csak valahol máshol voltam a fejemben, valami elvonta a figyelmem, és nem vélt módon jött ez a találkozás, de hogy az ok, tehát ott, tehát valamilyen okkal történt, az egyik ok, az például az lehet, hogy nem voltam figyelmes, tehát hogy nem ott voltam, ahol... Illetve az, hogy én nem láttam, attól még rend van. Mert ugye a véletlent azt arra használjuk, hogy csak úgy randomra megtörténik. Hogy ilyen teljesen, igen, ez a véletlenszerű, ami megint csak, tehát hogy így, hogy végigbeszéltük, meg végén, ez tök pontatlan ez, a, ahogy mi most használjuk. Igen, hát, és nem... erre akartam utalni, hogy amikor szóval az egós működésből vagyunk, akkor hisszük azt, hogy van olyan dolog, ami csak úgy random van, aminek nem is kéne ott lennie. Igen. És amikor pedig ebből a amit én úgy értelmezek abból, amit mondtál, hogy a magom, én, aki valójában vagyok, nem a testem, meg nem a gondolataim, hanem aki tényleg igazából mélyen vagyok, az a lény tudja, hogy minden, ami van, az van, és az okkal van ott, és mindennek, tehát semmi se létezik, aminek nincs valami célja vagy oka. És az igen, nem mutatja véletlen, hogy ez csak random ott termett, és nem is kellett volna ott lennie. Igen. Tehát, hogy én egyébként nekem nagyon sokat segített az, például ego, tök jó, hogy mondtad. Nagyon sokat segített az, amikor elkezdtem, vagy így rájöttem, vagy mindegy. Rájöttem. Hogy a világegyetem fraktálisan van fölépítve. Azaz, ismétlődő, végtelenül egyszerű mintákból épül föl. Maradjunk az egónál. Mert hogy itt is ugye az van, hogy így győzd le, meg úgy győzd le, meg szüntesd meg kapcsolt ki, meg... Ahol most én tartok, ne kapcsolt ki, eszedbe ne jusson. Mert ha nem lenne egód, meg elméd, akkor nem tudnád, hol a mosdó, hol az ágyad, hol a fürdő. Tehát ez ugyanaz, hogy így küzdünk az elmével, és akkor majd így legyűröm az elmémet, meg leverek neki kettőt, meg nem tudom, és akkor majd jól megszüntetem. Ha megszüntetem, akkor nem fogom, mert ugye az elme funkciója, és megint csak az, hogyha megnézzük, hogy mire való, az elme funkciója az az, hogy így van rend. Struktúrát ad. Igen. És az van, hogy azért tudod, hogy hol a WC. Mert a WC kurvára mindig ugyanott van. Most nem ilyen random pontjai így fölbukkan a térnek, hogy így, ma nem ott vagyok. Hanem, hogy ez így ott van. És nyilván ugye, mint egy kincses térképnél kvázi, mész 4 lépést előre, utána balra fordulsz, utána 3 lépést tovább, mész megint, megfogod az ajtót, kinyitod, bemész, padá, mosdó. És nem ilyen teljesen, megint csak ide jutottunk, véletlenszerűen, random volt pontjain a térnek így fölbukkan. Ez egy nagyon szép megfogalmazás és megfejtése a valóság működésnek, mert pont nemrég volt egy ilyen beszélgetésem, ahol arról diskuráltunk, hogy ugye amíg álmodik az ember alvás közben, addig általában azt hiszi, hogy ez a valóság, és csak akkor jön rá, hogy álom volt, mikor felkelt. Nekem így nagyjából 7 éves korom magasságában, amikor tudatosult bennem magamtól, hogy ez a szituáció, akkor azon gondolkodtam, hogy de akkor honnan tudhatom, hogy mikor ébren vagyok, az nem egy álom, és egyszer csak vége lesz, és akkor rájövök, hogy aztán ez is egy álom volt, pedig azt hittem, hogy már ébren voltam. És ez a fraktál. Ez a fraktál szintű ismét, és csak azt akartam ebből kihozni, hogy ez a 3D-s valóság, amit a hétköznapi tudatossággal érzékelünk az ébrenlét állapotában, ez szerintem egy olyan fajta álom, ami jóval stabilabb, mint az az álom, amit éjszaka alvás közben tapasztalunk, mert itt például mindig ugyanott van a WC. Igen. Ebben az álomban, ebben a 3D-s álomban, vagy szimuláció. Azért, mert az ugye egyezményes. Igen, tehát hogy ez ilyen kollektíven. Igen, tehát hogy az van, hogy ez egy telefon. És akkor az ilyen egyezményes neked is, nekem is. És akkor nem az van, hogy ez egy telefon. Szerintem meg egy pirító. Szóval, hogy hanem, hogy ez
és attól struktúrált, és attól stabil, hogy nagyon sok ember hiszi ugyanazt. Uh-huh. Uh-huh. Na és ugyanakkor ez meg egy szómágiával összekötve nagyon nagy lehetőséget is ad arra, hogy ha valaki szeretné módosítani a valóságot, vagy a valóság érzetét, és elkezd olyan képeket, gondolatokat vetíteni, ami által nagyon sokan elkezdenek hinni valamit, hogy az a valóság, és onnantól kezdve valamelyest az lesz a valóság, hiszen, hogyha egyezményesen azt hiszik az emberek. Itt jön bele szerintem a megvalósítás. Mert az van, hogy az, hogy én elkezdem azokat, tehát hogy itt jön bele ugye az a mondat, hogy legyél az a változás, amit a világban szeretnél látni. Uh-huh. Akkor te ugye megvalósítod. És akkor a többi ember látja, hogy ez egy alternatív valóság. Uh-huh. És ő elviszi azt a képet, és elkezdi ő is csinálni. Tehát, hogy szerintem az alapvetően, hogy igen. Nagyon vicces, hogy így néha megijedek azoktól, amiket így mondok. Tehát, hogy szerintem az, hogy én elképzelem a világbékét, az kurvára kevés. Az, hogy én elkezdem az én határaimon belül élni a békét, és ha te idejössz, akkor itt béke van, akkor te ennek a verziójú békének egy darabját elviszed magaddal, mert ez a tudatod, az egód és az elméd csodája, hogy képes megfogni ezt a darabot, a valóságnak ezen darabkáját, és elvinni. És otthon leülsz, idéző mágia, színház az egész világ, és azt mondta, hogy így, de jó volt, és már abban a békében ülsz, a te saját teredben. Ugyanúgy, mint a karácsony halászlé. Hát úgy érted, hogyha valahol valamikor átéltél egy élményt, akkor azt utána tudod úgy hordani magad, de hogy később felidézd, és átszellemülj azzal. És nyilván az adott pillanat hatással lesz, tehát hogy mindig nyilván egy elegy lesz. Tehát, hogy most így, hogy mondjam, visszaemlékszel életed első csókjára, az nyilván az azóta eltelt x százezer millió csók vetületében emlékszel vissza, tehát, hogy már nem tudod telibe azt a csókot megidézni, de végig szaladsz az összes élményen, és mindegyiknél van egy ilyen, ezért szómágia, mert maga a csók, ott a tudatod, csak ugye a tudat szad gyors, nagyon gyors, és ezért nem kapcsol be az összes emlék, tehát hogy nem látod külön-külön, mert sokkal gyorsabb. De ha azt mondod, hogy ugyanezt, azt mondod, hogy csók, azt mondod, hogy naplemente, azt mondod, hogy hóesés, hegyoldal, pár, szerelem, ott az összes diafilm, ami neked ahhoz az egy élmény, és akkor megint csak magyar nyelv, élményhez van kapcsolva, az ott így ting, és aztán, és eltűnt, mint a fényreklám. Mm. Szóval, hogy szerintem ez a csoda, és akkor kiválasztasz, ez a hova irányítod a figyelmet, kiválasztod, fú az, hú de jó, veszel három levegőt, és a körülötted lévő tér, a körülötted lévő levegő föltöltődik azzal az emlékkel. Hmm. És akkor odahívsz valakit te, aki már velem nem találkozott, és ő is tovább viszi. És én is hoztam, és ez is fraktál, és én is hoztam valahonnan. Hmm. És akitől én kaptam, is hozta valahonnan. Én ezért szeretem a tök sokáig nem értettem, és aztán egyszer csak így, tehát mint egy ilyen hólapáta csaptak volna fejbe, megvan az új Arthur király, a Guy Ritchie-s Arthur király. Mostanában filmekkel kicsit le vagyok maradva. A végén van, hogy Arthur beszél a vikingekkel. Hmm. És imádom, hogy ilyen nagyon szeretnivalóan flegma. Hogy áll a viking, és azt mondja, hogy Arthur éppen eszik, reggelizik, és azt mondja a viking, hogy igen, és hogy az előző királya kötöttem megállapodást, úgyhogy a 10 000 fiúgyerekkel szeretnék távozni. És Arthur két falat között, hát az nem fog menni. Hogy barátsz?
Mondom, az nem fog menni. És jelezném, hogy bla bla bla, és hogy a hajóink, és ellenőrzik a szigetet vizeit, és hohó meg haha. És akkor így próbálja így megnyugtatni Arthur, és akkor mondja a viking, hogy nem érted, és ott elfogy a cérna, és azt mondja, nem, te nem érted. És itt jön a mondat, amit nem értettem. Aki előtt most állsz, az Anglia, és minden a királya védelmét élvező alattvaló. Úgyhogy választhatsz. Vagy letérdelsz itt és most, Anglia előtt, vagy leszállok a trónomról, és ugyanaz az ember leszek, akivel korábban találkoztál. Zárójel, nagyon durván elcsipázta a vikingeket Arthur a film elején. És akkor azt mondja, hogy vagy leszállok a trónomról, és ugyanaz az ember leszek, akivel korábban találkoztál. És itt már uralja az Excaliburt, és így hozzáteszi a végén, hogy meglátjuk, abból mi sül ki. És akkor a viking így áll, és hosszas gondolkodás után így letérdel, és az egész delegáció letérdel mögötte, és így imádom, és erről is azt gondolom, hogy ez az önuralom. Ez a nemesség. Hogy már nem kezdesz el, nem megmondtam, blablabla, bla, bla, hanem így nézi őket egy Arthur, azt mondja, hogy nagyon jó, most, hogy ezen túl vagyunk, együnk. És így nézik egymásra, hogy így, mi? És azt mondja, hogy minek ellenség, ha lehet barát is. Hm. És hogy nem értettem, hogy aki előtt most állsz, az Anglia. Hogy tessék? Aki előtt most állsz, az Anglia. Mert ő ott egót vált. Ő ott nem Arthur király, ő ott az ország. Nem megszünteti az egóját, hanem szintet lép. Kiterjeszti. Kiterjeszti. Én vagyok a 14, mit tudom én, hanyag lős, az állam én vagyok. Nekem az érződik ebből, hogy képes ilyen identitást váltani, és a kollektívet magában hordozni, és abból tolmácsolni, hogy... Igen, és itt megint eljutunk egy nagyon érdekes témához, ha már ego és szómágia, a druidák. Uh-huh. A Britanniából láttam pár részt. Hogy ő nem azért tud alakot, tehát hogy neki annyira tiszta a tudata, annyira nem azonosítja magát ezzel a sejt struktúrával, hogy ő azért tud alakot váltani, mert egót tud váltani. Identitást tud váltani. Mint ahogy én bemegyek a színpadra, és nyilván nagyon sokkal durvább, mint hogy én bemegyek a színpadra, és 3 órán keresztül azt hiszem, hogy én vagyok Hamlet. Mert ha én nem hiszem, hogy én vagyok Hamlet, akkor te nem fogod. Mert ha azt, tehát, hogy tudod, amikor elmész színházba, vagy nézel egy filmet, és azt látod, hogy a színész így erőlködik, meg olyan, valami nem. Hogy úgy, és akkor majd hú, meg ha-ha. Ez nagyon sokszor érződik, ha valaki nem képzett színész, hanem csak színészkedik egy videóban például. Ez az erőltetettség. Én azt szoktam erre érezni, hogy legszívesebben azt tanácsolnám ilyenkor a adott személynek, hogy ne úgy csinálj, mint aki azt mondja, hogy csak mondd azt. Hanem mondd azt. Ennyi. Tehát, hogy az kell, hogy átszellemülj azzá. Ne úgy csinálj, mintha az lennél, hanem legyél az. Hanem legyél az. Ez az van, hogy egót váltasz. És egyébként meg, tehát, hogy én ezért gondolom azt, hogy színház az egész világ, mert hogy azt imádom, megint csak magyar nyelv, remélem követhető vagyok, mert néha megijedek, hogy nem. Egyszerre két dolog, és ugyanúgy, mint ahogy az északi pólus nem szünteti meg a déli pólust, hanem ott van a kettő között a föld golyó, és nem az van, hogy északi pólus, déli pólus, fúj, hanem hogy így északi pólus és déli pólus. Az van, hogy én Csórics Balázs vagyok. Az mindig a közös metszet. De hogy én a párom párja vagyok, a szüleim gyereke, a munkatársam munkatársa, a főnököm beosztottja, a csoportom vezetője, bla bla bla. Én mindig én vagyok. A szerep változik. És az is egóváltás. Mert egy tök másik Csórics Balázs az, aki az anyjával beszél,
tök másik Balázs az, aki bemegy dolgozni, tök másik Balázs az, aki tárgyal, és mégis mind ugyanaz. Akkor melyik a valódi? Mindegyik valódi, és itt jön az, hogy az ego igazából, amit én Csórics Balázsnak érzékelek, ezért szeretem egyébként az asztrológiát is, hogy ez egy halraj, ami azt hiszi magáról, hogy Csórics Balázs. Vegyük azt, hogy egy halformájú halraj, mint a Némó nyomában van. Egy halformájú halraj, amiben mindegyik halnak van külön egója. És ők egy, és akkor ebből is van még nagyobb, és még nagyobb, és még nagyobb, és ez a fraktál, és így jöhet létre az, hogy aki előtt most állsz, az Anglia. És így egyébként tök más fénybe kerül a királyi többes. Igen, jött is egy komment ezzel kapcsolatban, ezzel a példával kapcsolatban, a Karafiát doktortól, hogy ezzel nem ért egyet, mert szerinte Artúr már előtte is Anglia volt, hogy ezt mondta volna, csak a vikingeknek nem tűnt fel. Igen, értem, de hogy ugye pont, tehát hogy igen, ő már előtte is Anglia volt, azért mondja, hogy aki előtt most állsz. Tehát, hogy ő tudja magáról. Hogy ő az ország vezet, tehát, hogy abban a pillanatban, amikor ő, ugye, mert van korábban egy picit az a jelenet, megvan a lovaggá ütés. És akkor letérdelnek, és kelj föl lovag. És akkor megkéri a angolna Billt, hogy Bill, megtennéd? És ott az van, hogy megtörténik, és állj fel, királyom. Tehát, hogy egyetértek vele, megtörténik, csak a viking ezt nem tudja, ez így van. De hogy ott megmutatja neki a kontrasztot. Hogy vissza tudok menni oda, aki korábban voltam, és lezúzom a kis arcodat, de vissza tudok jönni Angliába. Mert én már Anglia vagyok. Ez megint a halraj. Tehát, hogy itt vagyok én Anglia, itt vagyok benne én Artúr, aki tudja, hogy Anglia. Szóval, hogy igen, értem, amit mond, és egyetértek vele. Ezre egy kicsit térjünk ki, hogy én mindig én vagyok, csak a szerep változik. És olyan kontextusból is érdekelne engem, hogy te például ugye nem csak a színházban, meg akár tévés szerepekben készítesz tartalmat, hanem az internetre is, ugye az oldaladon keresztül, és hát ahogy egyre ugye fejlődik az internet, a technológia, a közösségi média, egyre inkább, egyre többen gyártunk tartalmat, akár a vállalkozásunknak a népszerűsítésére, hogy van egy ügyem, amit szeretnék így minél több emberhez eljuttatni, vagy szeretném megmutatni a művészetemet, tehát hogy itt egy óriási lehetőség, zsebbe a telefon van, mindenki most már jó kamera, mobilnál, tehát bármikor lehet készíteni egy jó frappáns, vicces oktató videót, vagy egy ilyen informatív videót, tehát egy bármit. És egyre többen élnek is ezzel a lehetőséggel, viszont még nagyon sok van benne, még nagyon sokan nem kezdték el, vagy nem merték megmutatni magukat. Most csinálunk Noémivel a jövő, vagy ebben a hónapban már augusztus van, indítunk egy olyan mastermind csoportot, aminek ez a célja, hogy lehet minél inkább fejlődni, minél kreatívabb lenni, minél korszerűbben tartalmakat készíteni. És nagyon sokszor leginkább az a legerősebb kifogás, hogy nem merem megmutatni magam, vagy hogy nem merek kitenni videót. És hogy erre te mit mondanál, mert én érzem azt, hogy egyébként ott se, tehát hogy az, aki még nem annyira van, mert hogy nem csinált mondjuk egy videót az internetre, de szeretne, vagy érzi, hogy ebben neki lenne potenciálnak, hogy ez tudná segíteni az életét, szerintem az van benne, hogy akkor magamat kell kitenni telibe. És akkor ott az boldog-boldogtalan látja, és akkor, hogy akármit kaphatok erre. De engem megragadott ez, amit mondtál, hogy mi van, ha az egy szerep? Tehát, hogy mi van, ha ott a vállalkozásomnak a népszerűsítésének a szerepében vagyok mondjuk egy adott videóban, nem pedig. Igen, de hogy ott van az, amiről beszélgettünk, ugye, hogy az is én vagyok. Tehát, hogy ugye azért van ez a végtelen nagy rettegés, mert mindenképpen én vagyok. És hogy igazából amiért nem merjük megmutatni magunkat, az érzelmileg abban a rendszerben, amiben én szocializálódtam, azt hívjuk úgy, hogy szégyen.
Ami technikailag azt jelenti, hogy én nem tartom magam létjogos, és ez egy nagyon fontos szó, létjogosultnak arra, hogy akármi. Tehát, hogy én a saját életemet és létjogosultságát, az én azon részem létjogosultságát kérdőjelezem meg, azért nem merem megmutatni. Tehát, hogy akkor ez azt jelenti, hogy én, amikor csak simán én vagyok, tehát, hogy létjogosultságot érzek arra, hogy legyek, de arra, hogy mondjuk, mit tudom, én kiálljak 200 ember elé a színpadra, és elmondjam azt, hogy én azt gondolom a globális felmelegedésről, az már nekem nem lehet. Igen, tehát, hogy az a részem nem, és magyar nyelv, nem lehet. Nincs. Olyan nem lehet. Én nem lehetek olyan. És akkor itt mosódik össze, hogy egy részemet kivetítem oda, aki ott 200 ember előtt áll, és én nem lehetek olyan. Tehát nem tudok ide menni. Uh-huh. Azt mondani, hogy sziasztok. Tehát, hogy ja, ott... Mi akadályozza meg? Mert tulajdonképpen ez, ahogy az imént mondtából, nekem az jutott, hogy ez egy szerep volna, amit lehet szerepvállalás, hogy felvállalom ezt a szerepet, hogy van egy olyan verzióm, és most beleállok abba. Igen, csak hogy itt jön bele az, amiről ugye korábban beszélgettünk, hogy az, hogy én elképzelem, attól még nem vagyok, mert a képzeletem az egy struktúra. Ugye, hogyha ezt veszük, az egy kétdimenziós, lehet három, de akkor is csak kép. Nincs benne semmi. Akkor lesz benne, ha én, megint csak magyar nyelv, akkor menjünk bele abba, hogy ha én belemegyek, de amíg nem megyek bele, addig innen nézem. Beleállni, felvállni. Most azért felmenem, hogy ezt mondtad, hogy mert az érdekelt, hogy jó, de miért lehet ez? És az érzetem, hogy mert hogyha belemegyek abba, akkor az már nem visszacsinálható. Tehát akkor én már benne vagyok, akkor én már az is vagyok. Igen. Tehát azonosítani fognak. És mitől félünk? Igen, azonosítanak vele, és mitől félünk? Az ítélettől. Hogy ez alapján fogják, én tudom, hogy a 200 ember előtt a globális felmelegedésről beszélő részem, az a másfél óra. Most, ha nagyon felsarkítom. Nyilván nem, mert én arra készültem, meg nyilván engem foglalkoztat, de akkor is a lényem egy része. És akkor megint csak vegyük azt, hogy azért, mert anyámmal, a csajommal, a barátaimmal, a nem tudom én kikkel nem feltétlenül, sőt nem állandóan beszélgetek erről. Tehát, hogy nem én vagyok. És én attól félek, hogy én tudom, hogy ez egy ekkora rész belőlem, de te azt fogod hinni, hogy ez én vagyok, és ez alapján fogsz engem megítélni. És ha neked nem tetszik, hogy mit tudom én, globális, vagy akár így puty, akkor én milyen hülye vagyok, hogy én a pitty-putyról beszélek, vagy a globális felmelegedésről, vagy az aszályokról, vagy a tök mindegy miről. Hogy te az alapján, a szegmens alapján fogod az egész részemet mérlegre tenni, és adott esetben elítélni. Tehát te ki fogod mondani az én legnagyobb félelmemet, és ez a szégyen, hogy nekem nincs jogom létezni. Ettől félünk. Ez az első számú akadály, szerintem. Merit? Mondjad? Azt akartam megkezdeni, hogy szerinted mi az orvosság? Mert feltételezem, találkoztam már néhány emberrel, akinek például mondjuk lámpaláza volt mondjuk a színházi világban is, hogy hogyan lehet ezt fejleszteni? Próba. Tehát, hogy mész színészek, mert tehát ugye ezért imádom, ezért szómágia. Vegyük komolyan azt, amit kimondunk a számokkal. Mert úgy dobálózunk a gyakorlat teszi a mestert mondattal, mint hogyha
mit csináljak, hogyha gyakorolj. De miért? Mert gyakorlat teszi a mestert. És szín, tehát, hogy az első színészmesterség óráink egyikén mondták ki, él szar lenni. Azért, mert ugyanez, tehát, hogy ugye tudjuk aggyal, csak belemerünk-e menni abba a helyzetbe, tudjuk az agyunkkal, hogy tehát, hogy az apa, meg a tehát, hogy ilyen baj, tehát, hogy saját élő példa, én baibás voltam hónapokig. Tehát környéken nem értem a Balázsnak. Az mi? Az volt, én, amikor megkérdezték, hogy ki vagyok én, akkor én azt mondtam, hogy baibás. Tehát, hogy nem a saját nevemet, tehát, hogy, illetve én így hallottam. Tehát, hogy ha nagyon felsarkítom, akkor az van, hogy én egy kapitálisságot mondtam, amikor megkérdezték, hogy hogy hívnak. Mert nyilvánvalóan nem Baibás a nevem. És ugye a répa retek magyaró, jépa, nem jépa, répa, jép, nem jér. És ez ugyanez, hogy hibázunk, rosszul mondjuk, tízszer, százszor, ezerszer, és aztán egyszer csak átfordul a kritikus tömeg, és... Olyan érzetem van, mint hogyha ez, hogy így magyaráztad, hogy vagyok én, mint egy potenciál, ami lényegében egy nyúlós... Formátlan cucc. Formátlan valami, és akkor amivé válni akarok, az, annak van egy alakja, és ezt a formátlan dolgot, hogy ráhúzom, akkor olyan alakú lesz, és akkor így azzá válok. Vagy megfordítanám, kitöltöd. Uh-huh. Tehát, hogy van egy nagyon... És az van, hogy neked bele kell, tehát nem köré kell menni, hanem menjél bele. Mert a képzeleted adja a keret rendszert, a struktúrát, a képet. Megterem, amit, azért belemész, megteremted, mert hogy ott a tér. Mert az egy tér egyébként. Megteremted lényegében. Igen, mert az egy tér, és te azt a teret ki. Tehát, hogy megint csak azt mondja, hogy vegyük komolyan. Ki töltöd azzal, hogy ki fejezed magad. Tehát, hogy bele kell, nem köré, bele. És mindig bele. És mi színészek próbálunk. És elrontom a szöveget, és megcsuklik a hangom, és elcseszem a táncot. Újra, 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 újra. Matrix egyébként. Hogy győztelek, nagyon gyors vagy! Azt hiszed, most levegőt lélek? Bla, bla, bla. Azt hiszed, most levegőt lélek zelbe? Újra. És ott is, újra, 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 újra. Tehát, hogy igazából arra kell azt hiszem rádzenünk magunkat, vagy én most itt tartok, hogy igen, tehát, hogy egyszerre játszani, és egy pillanatig nem komolyan venni saját magunkat, és ugyanakkor egyébként, mint egy gyerek, véresen komolyan. Azért, mert hogyha belegondolok abban, hogy én 4 évig, sőt, tehát, hogy Zsomborral 3 évet dolgoztam, de hogy igazából ugye valamilyen szinten mindig ez volt a cél, hogy 100 kilót kinyomni fekvően, azért az kurva menő. És az van, hogy akkor ki tudtam nyomni egyszer, hú, mi az első, akkor a következő edzésen kétszer. Tehát, hogy mit csinálsz, amikor végre sikerül valami? Azt mondod, hogy nagyon jó, na, kétszer. 10-szer, és amikor megvan 10-szer, akkor 110. Ezt csináljuk mindig. Csak ugye az edzés az egy nagyon eklatás példa erre, hogy mit tudom én, ahogy most jövök vissza ugye a térdsérülésből, 500 métert tudtam sétálni, aztán 1 kilométert, aztán majdnem 2-t, aztán 2-t, aztán 3-at, aztán mennyit bírok állni, mennyit bírok menni, föl tudok-e menni egy emelkedőn, le tudok-e jönni egy lejtőn. Tehát, hogy igazából mondom, hogy próbáljuk
megszüntetni azt, hogy mi igazából önmagunkat szopatjuk. És mi van akkor, ha nem kell megszüntetni, meg kell tanulni használni? Tehát, hogy igazából egyetlen, tehát, hogy beleszúrnék egy szót, hogy utána ki lehessen venni. Tehát, hogy igazából nem az a lényeg, hogy abba hagyjuk önmagunk szivatását. Az a lényeg, hogy abba hagyjuk önmagunk tök felesleges szivatását. Mert így is úgy is kényelmetlen, így is úgy is rossz. Tehát, hogy én a belső munkát is így szoktam, hogy igazából a fizikai világ azért csodálatos, mert a nem fizikai világot tök szépen lemodellezi. Annak a végeredménye. Ebből kifolyólag vissza lehet vetíteni. Tehát a belső munka az, hogy én szembenézek magammal, megtanulom magam uralni, blablabla, az ugyanolyan, mint az edzés. Elmenni edzeni kényelmetlen. És én értem, hogy szoktuk élvezni, de hogy alapvetően csinálni azért szar. Ezt, amikor nekem két élményem van ezzel kapcsolatban, hogy nehezek ezek a dolgok, és hogy nehéznek kell lenniük. Az egyik az volt, amikor ez egy nagy átfordulás volt nekem mentálisan ilyen 20 éves korom elején, így most már lassan 10 éve lesz, amikor elkezdtem más narrációval narrálni, amit csinálok, és ahelyett, hogy mint korábban azt éreztem, hogy hát ez nehéz, meg ez szivatom magam, stb. Valami olyan mesét meséltem magamnak, amitől úgy tűnt, hogy ez tök magasztos, fenkölt, meg mennyire nemes, amit csinálok. Ugyanazok a dolgok, amikkel eddig, és például amitől féltem, azokba úgy álltam bele, hogy ezt az alternatív történet kezdtem mesélni magamnak, mert észrevettem össze egy csomószor, azért érzem magam rosszul, mert hogy valami történik, és mit hiszek erről. És ez kicsit kapcsolódik ahhoz, hogy nem az a baj, ami történik, hanem ahogy reagálok arra, ami történik. Mert hogy amit az alapján reagálok, amilyen viszonyban vagyok vele. Igen, és az meg az, amilyen viszonyban vagyok magammal tulajdonképpen. Igen, illetve azzal a részemmel. Uh-huh. Én igazából ott tartok most ezzel az egésszel, hogy igen, ezt én is szoktam használni, és azt tudja magasztossá tenni, megint csak érték és érzés. Azt, hogy én milyennek érzékelek valamit, az attól függ, hogy az az érték, amit én el akarok érni, ahhoz én milyen érzést társítok. És itt jön bele az, hogy én most ott tartok magammal, hogy én azt próbálom nézni, ami van. Azzal szoktam így szórakozni, hogy ha kapsz egy új hűtőt, és a negyediken laksz, ahol nincs lift, az egy ajándékhűtő, ami kurva jó, hipermagasztó. De az 80 kiló, azt föl kell vinni a negyedikre, baszki. És az attól még kurva nehéz. Igen, ugyanaz. És hogy az van, hogy nehéz, az. De ettől még én örül, szóval, hogy azt de lássam, ami van. Igen, és én ezt érzem, hogy eztnek az összekapcsolása, hívják úgy, hogy édes teher. Valamilyen hát, szinten igen, vagy valamilyen szinten én ennek az összekapcsolás, vagy tehát, hogy ennek, és nagyon érdekes, hogy szétszedését látom, vagy tudom jelenlétnek nevezni. Hogy igen, én tudom, hogy ez nehéz lesz. Minden emeleten ki fogom köpni a kis tüdőmet, de numero egy, ha itt rohadok meg, és fölviszem a negyedikre, numero kettő, ez egy nagyon jó hűtő, numero három, nagyon hálás, és az összes cucc egyszerre igaz. És mindegyik egy külön nézőpont. Igen, én nekem, amit most így be akarok ide csatornázni, ugyanaz, hogy felhangolódás, vagy felhangoló, hogy hogyan lehet ráhangolódni arra az állapotra, ahol a fókusz azon az egyen marad, ami ott a legpraktikusabb. Tehát gondolok itt arra, hogy van a hűtő, és van az a része, hogy fizikailag nehéz, és nagy kihívást ezt felcipelni, és nem egy élmény, nem egy tengerparti koktélozás felcipelni negyedikre a hűtőt. Ugyanakkor, hogyha ráhangolódok arra az érzésre, hogy mennyire király lesz, mikor be, mennyire vágytam rá, mennyire izgi, annak az izgalomnak az energiáját bele tudom csatornázni a cipekedésbe, és az gyakorlatilag majdnem, hogy extra energiát ad, és az viszi föl. Tehát, hogy tudom használni ezt az energiát, hogy az excitementnek az energiájával vitetem fel,
amit, hogyha egy másik módon narrálom a sztorit, akkor az van, hogy nehéz, nincs is kedvem fölvinni, és ez szerintem mindegyiknek van. Szerintem mindegyiknek van. Tehát a agymanok, de a sokadik film. Azt láttam. Amikor a végén forgatja a gömböt. Hogy a bánat meg az öröm ugyanabban az emlékben, tudod, hogy így csavarja a gömböt, és változik a sztori. Uh-huh. Ugyanannak a gömbnek, mikor van kék színe, mikor sárga, mikor zöld, mikor lila, mikor nem. Hogy igazából én azt gondolom, vagy én most ott tartok, hogy gyakorlatilag, oké, vegyük azt, hogy nem feltétlenül kell szerintem, igen, ez az én véleményem, nem feltétlenül kell felhangolni, meg kell találnom, hogy bármiből hogy tudok energiát nyerni. Hoznám azt a példát, hogy ha szembe jönne egy oroszlán az utcán, akkor úgy futnál, mint a nyúl. Miért? Mert félsz, hogy megesz, az félelem, és mert nem akarsz meghalni, az meg, mindegy, ezt most nem megyek bele, szégyen szint, az a tagadás. A félelem energiát, ami nem túl jó, meg a szégyen energiáját, ami szintén nem túl jó, használod arra, hogy olyan gyorsan fuss, mint még életedben soha. Tehát, hogy szerintem nem az a lényeg, hogy én pozitívan érezzek valamivel kapcsolatban, hanem az a lényeg, hogy bármilyen szarnak, és akkor itt megint véletlen, tehát, hogy mindennek van célja, és funkciója, és haszna, tudjam-e használni, mert hogy igazából ezt is én nagyon szeretem, tehát, hogy nekem ilyen hihetetlen egy ütés volt, mikor ez így tudatosult bennem, hogy a tagadás sem mindig rossz. Mert hogy azok a csoda történetek, amikor az van, hogy fölborul egy autó, és egy gyerek beszorul a kocsi alá, és egy 50 kilós nő leemel egy másfél tonnás kocsit egy 4 éves gyerekről, ott a mamát az az érzés hajtja, hogy olyan nincs az meg, hogy az én gyerekem így döglik meg. Tehát ő tagadja annak az esélyét, hogy a gyereke meghal a kocsi alatt. És ez az energia generál az ő fizikai testében olyan mennyiségű energiát, amivel meg tudja mozdítani a testénél 30-szor nehezebb tárgyat. Én úgy mondanám, hogy az az adott pillanat olyan szinten a jelenbe vonta, tehát az a extrém helyzet, amiben mondjuk az anya kerül ebben a történetben, hogy az a fajta instant jelenlét, ami odarántotta a figyelmét, mert egy extrém helyzet történt, az instant megszüntetett minden intelligenciát gátló jedelmet, és hogy nem is, tehát a generálást inkább az, nekem inkább az jelenik meg, hogy csak átáramlik rajta a végtelen energia, és hogy konkrétan egy tankot is fel lehet vele emelni. Igen, ez akkor, amikor az ember teljesen szabadon tudja áramoltatni magán keresztül az energiát, csak a hétköznapi tudatosság szintjén ez általában nem megy, mert ugye azt kell, hogy én ezt nem lehet, meg ez ehhez kötődik, meg azt csak azok tudják, stb. És egyébként én valahogy így értem ezt a felhangolódást, hogy igazából, amikor az ember ráhangolik egy bizonyos frekvenciára, az a fajta tudattágulás, amit ez eredményez, az kapcsolja ki a gátló hiedelmeket és intelligenciát korlátozó tényezőket, és abból áramlik be az extra energia. Igen, csak hogy én most ott tartok, vagy bocs, hogy belevágok, tehát hogy én most ott tartok, hogy nagyon sokszor nincs időd és tered arra, hogy megkeresd valamiben, hogy ez neked, tehát hogy nincs, tehát hogy igen, gitározom, tehát hogy nincs időd felhangolni azt a húrt. Tehát nincs időd tekergetni ott hosszasan azt az éhúrt, de miért nincs? Azért, mert ha szembe jön az oroszlán, akkor nem állsz le magaddal tracspartizni azon, hogy jó nekem, hogyha, hanem az van, hogy meglátod, fuss! Ebben igazad van, azokban a helyzetekben, amikor tényleg ilyen van, de az ilyen szintű helyzetek mondjuk arányaiban viszonylag az életünknek kevesebb részét teszik ki. Viszont pont ezt akartam kihozni az egészben, hogy szerintem azt, amiről beszélsz, vagy én most itt tartok, amiről beszélsz, azt azzal lehet elérni, hogy konstans és tudatosan és ellenőrzött körülmények között szar helyzetbe sodrom magam. Ilyen például az edzés. Hogy odamész és befekszel alá úgy, hogy tudod, hogyha zársik a szeccson, maradjunk a fekvenyomásnál. Leemelek 100 kilót, az egy ilyen vékony rút.
ha az rásik a szegcsontomra, tökre meghalok. És ott van az, hogy egy, és kettő. Tehát, hogy tudatosan és ellenőrzött körülmények között, és külső szem, de folyamatosan erről szól a harcművészet. Folyamatosan szar helyzetbe sodrod magad, és mindig folyamatosan egyre rosszabbba és rosszabbba és rosszabbba, mert mit tanulsz meg? Uralkodni magadon. Hogy ott nem ízélsz, hogy akkor igen, én most akkor haragszom, és akkor most az van bennem, hogy én nem tudom én micsoda, és akkor megpróbálom megkeresni, hogy én hogy tudom, hanem azon, hogy üst. Üst. Én nekem ezzel együtt a maga a harcművészet, ezek a példák is inkább arról utalnak, hogy ez a felhangolódás, amiről beszéltem, szerintem nem kell, hogy nagyon hosszú, nem órákon keresztül tart. Akkor az ember ebbe gyakorlott, akkor majdnem instant is be tud kerülni, ha megtanulta hogyan, mert hogy olyan ez, mint a flow triggerekkel élni, hogy nekem mi flow trigger. És ha kiismertem, akkor akár percek alatt, de lehet, hogy instant bele tudok kerülni, attól függően, hogy mennyire uralom a helyzetet. Úgyhogy, de hogy... Csak hogy ugye az van, hogy mindig az a... Igen, egy picit. Meg ugyanarra beszélünk, csak hogy az, tehát hogy én azt gondolom, hogy úgy tudom... tehát, hogy igen, úgy tudom létrehozni azt az állapotot, amiről beszélsz, hogy, és ezt hívom én próbának egyébként, hogy belemegyek. Tehát, hogy nagyon érdekes az egészben, hogy van az a, tehát, hogy van a folyamatnak az a része, amiről beszélsz. Az én szakmámban ez a takarás. Amikor én a takarásban ráhangolódok arra, hogy én most bemegyek, és azt fogom csinálni, hogy vagy a büfében, vagy fönn a teraszon, vagy kint az utcán, vagy tök mindegy. Van az a része. De hogyha csak az a része van, és nem megyek be, és nem próbálom, nem próbálok, és nem cseszem el, és nem nézek szembe vele, akkor soha nem lesz meg az a frekvencia. Azért, mert kinnálok a takarásban, és akkor az van, hogy Hamletet várják a színpadon. Hamlet, gyere a színpadon. Én meg állok a takarásban, és az van, hogy Hamlet vagyok. Hamlet vagyok, és így mögém lép valaki, és így csinál, hogy menjél be. Értelek. Hozzá, tehát ahhoz a nézőpont, amit most itt képviseltem ebben a témában, hozzátartozik, hogy amikor az ember ráhangolódik valamire, akkor már nem tud nem bemenni. Tehát, hogy maga az inspiráció behúzza. Nem hátulról lökik, hanem az húzza be, hogy már mikor mehetek. Tehát én már Hamlet vagyok, tehát már úgy ráhangolódtam. Szóval számomra ez a célja ennek. És például az edzésnél nekem azóta könnyebben megy, mióta... Hát persze mondjuk ezen nem mondok nagy dolgot, mert ezt javasoltak, hogy melegítsünk be, csak nekünk, amit tanultunk be, melegítés se éreztem magaménak, de amióta elkezdtem például ráhangolódni a saját testemre, amit megnőtt a testtudatosságom, azóta érzem, hogy hol mennyit kell mozdulni, ami most még pont jól esik, hogy ekkorát körözzek csak a csípőmmel, az most nagyon jól esik, de minél többet körzök, annyit, amennyit jól esik, egyre több fog jól esni, mert egyre többet kíván a testem, egyre jobban be van melegedve, egyre nagyobb tartományokra vágyik. És végül eljutok odáig, hogy akár mondjuk felszabadulnak olyan energiák, olyan érzelmek belőle, ami azt az érzet kelt, hogy most már harcba mennék, és amikor ott vagyok, akkor nagyon könnyed nyomni azt a dolgot, amit amúgy nehéz lenne, hanem hangolódtam volna föl, hogy a testem már kívánja a kihívást. Persze, csak hogy itt jön bele, tökre értem, csak hogy itt jön bele ugye mindig az, hogy ugye, és itt beszélünk egyébként ugyanarról, hogy ott is az van, hogy egy sportoló esetében, vagy egy iszét, hogy nem az a színész bármilyen szakma esetében, de ugyanezt, tehát, hogy én ezt szoktam mondani, hogy egy kapcsolat erejét nem az határozza meg, hogy mennyire tudtok jól lenni. Mert az van, hogy egy jól eső vacsora, egy jó üvegbor, egy kellemes séta, meg egy jó szex után kurva könnyű azt mondani a másiknak, hogy szeretlek. A sportnál ugyanez van. Hogy nem, tehát hogy mit kezdesz azzal, amikor benn vagy, és elfáradsz. Az a holtpont. Mert ott az van, hogy igazából ugyanazt csinálod, amiről te most beszélsz, csak megtanulsz keresztül menni a fájdalmon, és nem elfutni előle. Uh-huh.
Tehát, hogy mondjuk a 200, ha most megy az olimpián, tehát ugye 200 mellen, 200 pillangó, stb. Stb., hogy nyilván olyan szinten vannak hajtva, hogy ő átmegy mondjuk két holdponton. És akkor nyom még érted, az utolsó 50-en nyom egy olyan hajrát, hogy így leszakad az arcod. Ez honnan volt? Melyik? Na hát az ember felteszi a kérdés, hogy még honnan... Ja, hogy igen, értem. Igen, hogy ezt honnan megtanulta kezelni önmagát a holdpontban. Mert igen, azért értem, az ilyeneknél az van, hogy a test jelez, meg az elme jelez, hogy ennyit meg kell állni, mert ez volt itt a kapacitás, és ezt most kimaxoltuk. Igen. És ott jön az akarat, hogy és beleállni, nekem ez a beleállni analógia, hogy van még ott, ez volt a eddigi hiedelmem határa. Tehát addig azt hittem, hogy eddig tudok, és a testem pedig alkalmazkodik hozzá, de... Illetve ezt a tengerészgyalogosoknál vették észre, és őket konkrétan már így képzik, hogy az nem hiedelem, hanem az a testünknek a zsenialitása, hogy ő szól előre. Tehát, hogy nem az van, hogy ő akkor szól, amikor meg fog halni, hanem akkor szól, amikor, tehát, hogy ez ugyanolyan, mint ugye az autónál fogy a benzin. Tehát, hogy az van, hogy a tengerészgyalogos kiképzés zajlik így, hogy amikor a tested azt mondja, hogy csumi, ott jár a tested a 70%-nál. Tehát, amikor azt érzed, hogy megtörlök, bazd meg, ott tart a tested 70%, ott még van 30%, amit meg lehet tolni. De ez nem azért van, mert azt hiszed, hogy nem lehet, hanem azért van, mert a tested úgy van összerakva, hogy nem a 99%-nál szól, hogy figyelj már, éhen fogsz halni, de mikor? 9, 8, 7, 6, hanem szól jóval előre, hogy éhes vagy. És ezeket megtanulni kezelni. Tehát, hogy szerintem ez a... Tehát én azért erre, tehát, hogy tapasztalat is mutatja nekem ezt, és igazából ezért merem ezt így mondani, hogy szerintem, és egyébként ugyanarról beszélünk, de hogy tehát, hogy meg kell a mélységed, a magasságod. Tehát, hogy ami a hőn szeretett Rocky Balboa a filmben, hogy nem az a lényeg, hogy mekkorát tudsz ütni, hanem hogy hány ütést bírsz ki, amikor talpon kell maradni. És ez ugyanaz, hogy nem, tehát hogy nem az a lényeg, hogy én mennyire tudok jól lenni, hanem az a lényeg, hogy mennyire merek mélyre menni, ugyanúgy, mint a trambulin. Honnan lehet egy trambulinon itt a igen, tehát hogy így akarom, az tök jó példa. Honnan lehet nagyobbat ugrani egy trambulinról? Innen vagy innen? Nyilván innen. Csak ahogy elkezdek kisétálni, ez elkezd hajlani. És ez ide lejön. Tehát, hogy szerintem az alapvető kérdés, hogy bemerek-e menni a saját sötét részembe. Merek-e és tudok-e szenvedni? Úgy, hogy tudom, hogy miért, honnan, hova. Tehát az a teremtés, hogy én fölépítek egy házat, ami mint egy 4500 tégla. Tök szép lesz az a ház, de azt a 4500 téglát le kell rakni. És szerintem az tök hiú ábránt, hogy minden 4500 egy fog, jaj, de jó házam lesz. Mert esik, mert fúj, mert elegem van, mert elfogyott a malterne, gyökerek a szomszédok, mert blablabla. Bla, bla. Senkit nem érdekel. Erre szokta általában nagyon szeretett amerikai vállalkozó mondani, Gary Vee, just fucking do it. Hogy így nem lesz mindig kedved, nem leszel mindig ügyes, nem leszel mindig jó, nem, ne, és azzal kell tudni szembenézni és átmenni rajta, hogy igen. Tehát, hogy imádtam az egyik legjobb barátok, megbeszéltünk egy ebédet, én szépen izén mondtam, hogy átjönnek közösen ebédelünk, és akkor lementem, bevásároltam, hoztam ebédet, és nem jött meg időre, és 20 perc késés után felhívtam, és imádtam, hogy így vette föl. Tehát, hogy nem az volt, hogy jaj, hú, izé, hanem az volt, hogy hát ezt elbasztam. Tehát, hogy én azt hogy tudom kezelni, amikor nem jó,
És ugyanez egy kapcsolatban is, egy edzésben is, azt, hogy tudom kezelni magamat, amikor nem jó. Hogy abban meg tudom, és itt jön bele, amit mondtál, csak hogy ugye közben kell megtalálnom a motivációt. Tehát az van, hogy ott van a nyakamban 100 kiló, és lem vagyok, hogy én innen most fölállok. De hogy? És tökre felhangolás, csak nem mindegy, hogy én ülök a teremben, és a kanapén, és nem tudom micsoda, vagy azt gyúrom, hogy én lemegyek, és akkor a tizediket is belegugolom, mert innen akkor is felállok. Mert szerintem az a felhangolás, hogy én innen most feljövök. Magyar népesség, egy életem, egy halálom, akkor is megpróbálom. Tehát szerintem az kell bele, hogy merjünk belemenni a szarba. És ez konkrétan az, mert csak ott fog kiderülni, hogy megérte, hogy mi az ára, és hogy nem is feltétlenül annyira szar. És ezért színház, mert gyakorolsz, mert próbálsz. És szerintem ez egy zseniális szó. Próbálj. Nem mersz oda menni hozzá? Próbáld meg. Visszafordulsz két lépés után, nem baj. Holnap majd 5 lépés lesz. Aztán majd odamész, és azt mondod neki, hogy... és ott hagyod. De a 10. vagy 15. vagy amikor neked megérik a szíved arra, hogy, akkor azt mondod neki, hogy szia, iszunk egy kávét. És ő, jó esetben nyilván, kurvára fog becsülni azért, mert végignézte a 15 próbálkozásodat. És akár tudatosul benne, akár nem, remélhetőleg tudatosul, én ennek a csávónak annyira fontos voltam, hogy Csóri bazd meg 15-ször vergődött el idáig, Csóri. Én azt mertem mondani, hogy iszunk egy kávét. Tehát az én értékemet, vagy bárminek az értékét, az mutatja meg, hogy az értékesnek nagy az ára. Képzelet, tűz, érzés, víz, mennyire vagyok hajlandó mélyre menni egy hullámban, azért, hogy tunk. Szerintem ez a, hogy menj és csináld, bele, csináld, tök mindegy. Elcseszed? El. 5-ször? Igen. 100-ször? Igen. Én is elcseszem. Tehát, hogy amikor eljössz és megnézel engem, mit tudom én, akármilyen dalt eléneklek, verset elmondok, amögött van 1 millió nyomorékság. Mint ahogy nálad a magad cuccánál megvan. És mindannyiunknál, és mindannyiótoknál a magunk cuccánál, és tudod, hogy mivel fizettél, hogy mi az ára annak, hogy te ma az vagy, aki. És szerintem ez a gyönyörű, és itt jön be az, hogy igazából nem tanulunk újat, hanem hogy így egyre inkább azzal vagyok, hogy ha már elme, meg ego, meg, hogy emlékezz. Tehát, hogy emlékezz, hogy honnan jöttél, hogy ki vagy, hogy azt az utat te végigjártad, 1000 millió verzióban próbáltad ki a bukást. Tehát, hogy, és akkor itt jön az, hogy igazából, és nyilván az kurva könnyű mondani, mert én is félek, mert ember vagyok, de igazából mitől félünk? Tudjuk, milyen eles? Tudjuk. Egy csiliárdszor eles? El. És ez a csoda, hogy még mindig félsz. Én a mai napig lámpalázas vagyok minden egyes izé előtt. Tehát, hogy a ma esténk előtt lámpalázas voltam. Jó lesz-e, ügyes leszek-e, bla bla bla. Ha nem lennék, cseszhetnénk. Félsz? Féljél. Bűntudatod van?
legyen, haragszol, haragudj, használd. Én most itt tartok. Ne az érzést, ne a másikat, ne a izét, ne a nem tudom én, magadat használd. Tehát kevésszer futottam, vagy edzettem olyan jót, mint mikor az egekig voltam úgy fölpaprikázva, hogy megölöm. Használd. Hát így. Hát köszönöm, hogy ezeket megosztottad. Nagyon érződött számomra benne, hogy úgy ezt most ilyen korból mondod, hogy ez most te ezt ebbe beleálltál, hogy te most ebbe benne vagy. Volt benne. Nagyon benne. Tehát én ezt használtam ma minden egyet. Tehát, hogy ja, bocs, zárásként, akármilyen pici saját tapasztalat, korból, magból, sikerült leszakítanom a patella ínt, az a nagy vastag ínt, leszakítottam a tértkalácsomról. Túl vagyok egy műtéten 8 hete, blablabla. Gyógytornára járok. Én azért csináltam cifra dolgokat életemben, szóval tényleg az volt, hogy ki kéne ugrani innen a másodikról, akkor én kiugrottam. Komolyan? A másodikról nem az elsőről, de igen, egyébként ki. Komolyan. Tehát, az komoly. Igen. Ma a gyógytornán 8 hét után először váltott lábbal, egészséges láb, egy lépcső, és nem mellé zártam a sérült lábamat, hanem tovább, és fölléptem. És majd beszartam. De én ma fölmentem 3 darab lépcsőt. Nem számít. Erre azt akartam mondani, hogy ehhez képest nem tudom, tehát hogy vezettem ilyen-olyan izé lovagot, minden szart csináltam már kb. Tehát, hogy húzgáltak a József Attila Színház trégerén fölle meg, tehát hogy csináltam az ilyen cifra dolgokat. Nem számít, milyen pici. Azt számít, most visszadobott az élet egy olyan helyzetbe, hogy most a 3 lépcső az a legnagyobb teljesítmény. Nekem most a 3 lépcső az olyan, mint amikor belehúztam volna 200 kilóba. Uh-huh. Amikor 220-ba húztam deadliftet, és akkor az volt, hogy én vagyok, aztán a hú, de én vagyok. És most ugyanezt az eufóriát érzem, hogy hogy váltott lábbal, mint egy normális ember, meg tudtam tenni 3 lépcsőfokot. És közben pontosan tisztában vagyok az objektív, hogy azért 3 lépcső nem a világ. De hogy ez is arra tud példa lenni, azt gondolom, hogy kurvára nem számít, hogy mennyire pici. 3 lépcső pici. De újra tudtam lépni. Tök mindegy, mekkora. Megdolgoztál, érte? Meg. Akkor jár. És akkor így igen, én ezzel zárnám, hogy tök mindegy, csak menjél bele, és akármilyen rossz, menjél rajta végig. És amikor így kiegyenesedsz, akkor így köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad. Én is köszönöm. Köszönöm neki, meg köszönöm, hogy beszélhettem róla, mert hogy igen. Köszönöm, nagyon hálás vagyok érte. És nagyon-nagyon sokan is néztek minket, meg sok hozzászólás is volt, és szerintem ezeket majd meg is nézhetjük majd, amikor végül jó. A kis adásnak, de nem is kérdés, inkább kedves hozzászólások, meg visszajelzések, úgyhogy szerintem nagyon sok érték volt ebben a minket most néző nagy érdeműnek is. Jó. Most nem. Még most is itt nálam egyelőre nem tudom megnézni. Hogyha kinyitod a videót, akkor egyébként ott már egy az eredeti videó alatt ott vannak a kommentek.
Jaj. Hogy van? Oh my God! Azt mondja, hogy tökéletes egyet értek, kimondta azt, amit értek, de nem tudom. Igen. Úgyhogy szerintem ezt a szómágia, meg a magyar nyelvnek a jobb kibontása és jobb megismerése szinte egy kifogyhatatlan témakör. Uh-huh. Igen. Tehát lesz még hova folytatnunk ezt majd a jövőben. Szerintem is abszolút. Abszolút. Úgyhogy én szerettem nagyon, úgyhogy... Még egy kérdés, amit szerintem megválaszol most érkezett, a hogyan találtatok egymásra? Hogyan? Egyébként nem tudom, hogyan találtunk egymást. Amúgy Frankon ezen gondolkodtam, hogy most meg kéne mondani, hogy pontosan hogy, azt nem tudom, de valami TFK csoport, meg a te oldalad, és akkor valami volt, valami interakció, és akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy melyikünk ilyet, melyikünk, azt már nem tudom, de a Facebookon, és ezt még arra futtatnám ki, hogy tartalmak. Szóval én is csinálok videókat, te is csinálsz videókat, így már nem volt olyan nehéz, hogy kiderüljön, igen, hogy hasonló érdeklődésünk van, és akkor valahogy elkezdtünk interaktálni egymással a Messengeren, és akkor már meséltél nekem a szómágiában való jártasságodról, meg a szavakról, meg akkor mutattál egy nagyon érdekes animációt, amit egyébként legközelebb majd elhozhatnál. Jó. Az publikus, mert az is tök jó volt. És akkor utána volt egy hasonló zoomos, csak hármas beszélgetés, hogyha valakit az érdekel, az egyébként fenn van a Tudatos Fiatalok Közössége YouTube csatornáján, az még tavaly évelején volt szerintem, vagy ilyen március magasságában. Igen, valahol ott, igen. Amikor így a lockdown elindult. Úgyhogy valahogy így, köszönjük a kérdést. Igen. Úgyhogy én nagyon élveztem, köszönöm szépen. Na, én is szintén. Úgyhogy, én ilyen nagyon ilyen megteltem ezzel a tartalommal, úgyhogy most így hiszem magammal ezeknek a tanulságait. Én is köszönöm szépen. Köszönöm. Úgyhogy jó éjszakát. Szerintem folytatjuk még. Igen, és jó éjszakát. Azt gondolom én is, hogy lesz még. Úgyhogy be lesz az is hirdetve, lehet, hogy hamarabb, mint a mai nap, hanem kicsit korábban, de az alapívét már megadtuk. Köszönöm szépen. Vigyázzatok nagyon magatokra, szeressétek magatokat. Néha nem könnyű, de nem baj. Az a lényeg. Menj bele. Benne fejlődni. Igen. Menj bele. Sziasztok, jó éjszakát.